Jó estét kívánok! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Több mint egy hónapja tart az orosz-ukrán háború, amelynek negatív gazdasági hatásait még nem tudjuk megbecsülni, de biztosan nagyon komoly következményekkel kell számolni. Azonban nem csak a pénztárcánkat, de a lelkünket is megviseli a háború, sőt a gyermekeinkét is. Hogyan beszéljünk gyermekeinknek a háborúról? Erre is keressük a választ mai műsorunkban. Nézzük a kínálatot. Elismerés. Magyar arany érdemkeresztet kapott a Startvállalat vezérigazgatója. Orosz-Ukrán háború. Ezer éve kezdődött a története? Háború a gyermeklelkekben. Hogyan beszéljünk a fiataloknak a harcról? Magyar Arany Érdem keresztet kapott nemzeti ünnepünk alkalmából Balogh Zoltán, a Start non profit Kft. vezérigazgatója, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Felügyelőbizottságának elnöke, a Védett Szervezetek Országos Szövetségének örökös elnöke, a kitüntetett Balogh Zoltán a vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm is. Szép estét kívánok, finos minden nézőnek. Köszönöm szépen, gratulálok, azt gondolom ez egy egész életmű eredménye és sikere elismerése ez a kitüntetés. Hát miután igen elhangzik az, hogy 35 év ez már tényleg egy, egy életmű, és egész életem alatt nem tudtam találkozni olyan jóssal, aki meg tudta volna bármikor mondani, hogy ennek ilyen jövőképe lesz. Hogyan indult ez, a, ez, az egész történet? Milyen indítatással? Hát, mint ahogy a szociálpolitikában uh -huh. lenni szokott, 1980-as évek végén vagyunk, rendszerváltás szele érződött már, és egyre több olyan munkanélküli volt a társadalomban, aki a betegsége szerzett megbetegedés, született megbetegedés miatt került ebbe a nehéz sorsba, és az akkori a egyesének a vezetősége elhatározta, hogy 1987-ben kezdeményez egy vállalat alapítását, nagyon kevesen tudtak akkor ebben az országban vállalatot alapítani, 1988-tól működünk, és a működés nagyon rövid időn belül a város határait, a megye határait is meghaladta, sikerült összerakni a komplex szakmai rehabilitációt. kezdő a foglalkoztatást 88-ba, 90-ben beköltöztünk egy olyan létesítménybe, 92 a 92-ben a fogyatékosok szakképzését meg tudtuk valósítani, kollégiumépítésbe kezdtünk, elindítottuk a orvosi rehabilitációnak azt a részét, ami munkahelyre kivitelezhető volt, szociális rehabilitációt csináltunk, és néhány éven belül több mint tíz évig a megye legnagyobb foglalkoztatója voltunk. És akkor... van, van olyan statisztika, ami megmondja, hogy hány ember Került a kezeik közé, a gondozásaikba, vagy a, a szárnyaik alá? Hát ennyi idő alatt már csak hasraütésszerű számokat tudunk mondani, nem tudtuk összesíteni. Több tízezer munkavállaló család volt az, aki kapcsolatba került velünk, nem csak Nyíregyházán, nem csak a megyén belül, hanem a környező megyébe, ma pedig már a Dunántúlon is. Körülbelül ezer szakmunkást tanulunk kapott olyan iskolai végzettséget, amivel munkáját tudott találni magának elsősorban állunk, családot tudott alapítani, gyereket nevelnek, túl vannak az első húsz éves találkozóikon, ami a végzést követő volt, valahol ilyenkor egy, egy melegség is eltölti az embert, hogy volt valami sikere, amikor látom azt, hogy egy folyatékos házaspárnak a, a gyereke játszik a, a udvaron, akkor éreztem, hogy csináltunk valamit, és az ország is az, hogy most egy állami elismeréssel ezt részesítette, úgy érzem, hogy államileg is ezt észrevették. Hogy látja, mind múlik az, hogy egy fogyatékossággal élő ember képes teljes életet élni, vagy, vagy valahol lecsúszik és a perifériára szorul? Mindenkinek van egy életcélja, nekik is van egy céljuk, függetlenül attól, hogy a megbetegedésnek, a fogyatékosságnak, a szervhiánynak milyen, milyen, része az, ami őt érintette, de ehhez szükségszerű, egyébként ugyanúgy, mint az egészséges a társadalmában is egy összefogás, egy segíteni akarás. Meg kell találni azt a pontot, ahol jó szívvel, jó hozzáállással tud produkálni ebben kell egyébként nagyon odafigyelni, és ebbe volt példaértékű a startvállalat tevékenysége. Mi, amikor megfeszünk a munkát 1988-ban, 8 ilyen vállalkozás volt Magyarországon, ma 397. És ma ezért nem kell, hogy nagy létszámmal dolgoztassunk mi, hiszen már Nyíregyházan is több ilyen vállalkozás működik, a megyé és az országban pedig feltétlenül, és ebbe voltunk példaértékűek a mindenkori állami politikai irányítás segítő szándékával, hogy ma már a fogyatékos és megváltott munkaképességű munkavállalók tudnak munkahelyet találni. Nem csak nálunk, nagyon sok helyen, nyílt munkaerőpiacon is, hát persze ez az is kellett, hogy olyan munkaigazdálkodás legyen, ami igényelte a munkaerőt, és ma bizony már nagyon sok ezren, sok tízezren, dolgoznak, valószínűsíthetően a 60%-a megváltott munkaképességűeknek legális munkaviszonyal rendelkezik. A szemléletmódban milyen változásokat tud elmondani így az elmúlt 35 évben? Hát szélsőségesek a szemléletek, az egyik rész az borzalmasan szeretne dolgozni, és ezért jelentett sokkal az, hogy középfokú érzettséget tudtunk szerezni, hiszen innen tovább tudtak lépni érettségi, felsőfogó végzettség irányában. Aztán van egy másik réteg, mint mindenhol a társadalomba, aki nem biztos, hogy a munkájából szeretne előrébb jutni, és a harmadik, amin szintén sokat kellene változtatni, még mindig van ezen a területen sok tennivaló, még mindig kellene segíteni ahhoz, hogy jobban odafigyeljünk, jobban értékeljük ezeknek az embereknek a képességeit, én azt gondolom, itt néhány nappal a választások előtt nem sokára új kormány fog alakulni, az új szociális kormányzatnak is maradnak feladatok, amit ezen a területen tenni kell mindannyiunk érdekében. Talán még azt is elmondhatjuk, hogy bizonyos tekintetben ezek az emberek akár példák is lehetnek az úgymond egészségesek számára. Tehát, hogy van annak sokszor előnye, hogy valaki egy sérüléssel tud teljes értékű munkát végezni. Rengeteg példát lehetne ebben mondani, és főiskolai egyetemi hallgatóknak a hosszabb a beszélgetési lehetőség, mint ebbe a, a műsoridőbe. Rengeteg példánk van mindenre, és ez a 35 éves tapasztalat, ami ugye hát nem, nem kevés mindenre lett, és az, hogy az Egyesült Államok egyetemi hallgatóitól kezdve, Európa hogy két héttel ezelőtt Csehszlovák, bocsánat, a Cseh állam tanulmányozta nálunk ennek a munkavégzésnek a speciális részeit. Az, hogy össze kell rakni, képezni kell az embereket folyamatosan, megfelelő munkát kellene adni, ebben nagyon kellene a településvezetőknek a közreműködése, a gazdasági szakemberek közreműködése, hiszen sok mindenre lehet ezeket a folyatékos megváltott munkaképességű embereket képezni mindenkinek van megmaradt e, munkaképessége, és tényleg olyan dolgokkal találkozunk. A legutóbbi ritkaság ugye e, Nyíregyházán Szabolcs megyébe, közeli Kemecsén történt, hogy egy fiatalasszony a volt párjával olyan szerencsétlen helyzetbe került, e, hogy elveszítette a látását. Ennek a fiatalasszonynak a testvére, meg az édesapja is nálunk dolgozik, megváltott munkaképességűek nehéz megszólalni egy ilyen történet után. Mennyire látja a társadalmi érzékenységnek a változását ebben? Azért azt gondolom, hogy talán haladtunk, de van még mind. Van tennivaló is. Egyébként a, a tennivaló két irányú. Azok az emberek, akik szeretnék magukra fölhívni a figyelmet, azok is legyenek következetesebbek, hiszen <coughs> Ahhoz, hogy felfedezik, megtalálják az ő értékeiket, hogy ezt tovább tudjuk fejleszteni, ebben nekik kell keresni a lehetőséget. Nekünk, akik erre a területre köteleztük el magunkat, nekünk pedig több figyelmet kellene erre adni. A képzés lelassult Magyarországon ezen a területen. Mi húsz évig csináltuk a megadott munkaképességek, a fogyatékosok szakmai képzését ma nagyon sokan ezek a gyerekek közül állítják elő a, a sajtótermékek egy részét Megyünk be Nyíregyházán. Ezek az emberek ma nem tudnak hol tovább tanulni, tehát nagyon kellene a koordináció szerep erősítése a munkaerőpiac és a képzési területek között. Remélem, hogy illetékes vezetők is meghallják majd azt, amit én kérek, javaslok, hogy figyeljünk többet, mert ebbe az emberekben még mindig van tartás lehetőség. Jellemző, még jelen van, még a stigmatizáció? Talán már ilyen szinten nem. Sokat váltott a 35 év alatt az ország, a város, az oktatás intézmények. Nekem a felvezetőben szó esett arról, hogy a, a meosztánális tízséget be, több mint egy negyed százada. Amikor visszanézek 25 évet vagy 35 évet, akármelyik településen, akár a, makok esetében, a siketek esetében, óriásiak a változások, a közlekedés esetében igen lehetne finomítani, kell is, dolgozunk is rajta, minden évben sikerül egy picit elérni. Összességében én úgy gondolom, hogy a elmúlt években, évtizedekben sokak közös erőfeszítésének az eredményeként ma Nincs olyan gond, hogy valaki nem tud elhelyezkedési lehetőséget találni. Ha van gond, akkor az már nem biztos, hogy a társadalom hozzáállása, az már lehet, hogy az egyénnek a rossz út keresése. Lehet, hogy pont ehhez kell segítséget adni az egyénnek még ideje korán, Így van. hogy a személyiségében történjen olyan változás, ami abba az irányba tudja vinni. Szívből gratulálok, és nagyon jó egészséget, és sok erőt kívánok a továbbiakban. Nagyon szépen köszönöm az... mindenkinek, aki együtt dolgozott velem ezen a munkán. Köszönöm szépen. Több mint egy hónapja tart az orosz-ukrán háború a szomszédunkban. A konfliktus hátterében nem csak gazdasági és politikai, de történelmi okokat is érdemes keresni. Erről adott hosszabb interjút televíziónknak Drabanc M. Robert, történész. 1988-ban felveszik a kereszténységet, ez persze ortodoxia lesz, tehát az ortodox kereszténység lesz az, ami majd elterjed állami segítséggel ebben a térségben, és akkor ettől kezdődően beszéltünk igazából majd a kijevi russz államról, holott közel száz évvel előtte hódítják meg a varégok. Ez egy érdekes, mert az ukránok nem nagyon szeretik használni ezt az ukrán történetírás, nem nagyon szereti használni ezt a fogalmat, mert alapvetően van egy vita arról, hogy mi a russz, és milyen fogalom van, két nagy csoportja alakul ki értelmezésnek. A klasszikus nyugat-európai értelmezés, és az a magyar is igazából ezt vallja, a rusz elnevezés az igazából a varégokra vonatkozna, a velük összeolvadó szlávsággal együtt beszélünk erről a russz államról. Az ukrán és szláv értelmezések szerint meg a russzok azok valójában szláv népcsoportok, a szláv törzseknek az egyik része, amely aztán a névadója lesz ennek az államnak. A tény akkor is tény, hogy 988-ban felveszi ez a térség, Nyeper és vidéke felveszi majd az ortodox kereszténységet, és akkor kialakul ez a Kiev központú rusz állam, amely, hát azért meg kell küzdenie rendesen majd a, a körülötte lévő erőkkel, de nagyon sikeres. Egészen a Baltikumtól le a Fekete-tengerig egy jelentős nagy állam, nyugodtan mondhatnánk, hogy birodalom, de ebben a pillanatban nem így értelmezi magát. Egy uh, russz állam jön majd létre, és ez a russz állam a külső nyomás hatására 1240 tatárok, ezt ismerjük, a tatárok elfoglalják Kijevet, felszámolják ezt a ruszt államot, szétesik fejedelemségekre, és azért fontos, mert ebben a szétesett anarchisztikus állapotban mondjuk létrejön egy moszkvai fejedelemség, amit utána az ukránok úgy is fognak hívni, és 1721-ig nyugodtan hívhatjuk így, hogy Moszkóvia. Ez az állam neve, hát ugye benne van, hogy a Moszkva központú fejedelemség lenne, mert hogy az egyik nagy veszélye ez a bizonyos Moszkóvia lesz. Tehát 1240 környékén nem ők jelentnek meg erőképpen, hanem egyre erőteljesebbé lesz a lengyel nyomás, tehát a nyugati irányból érkező lengyel nyomás, hogy a lengyel állam egyre jobban megszerveződik, egyre nagyobb lesz. Ahogy létrejön majd először a personálunió a litvánokkal, utána meg létrejön majd a nagy Lengyelország, az első köztársaság, ez egy hihetetlen erőt jelent, ezt a kelet-közép-európát, vagy kelet-európának ezt a nyugati részét szervezi majd össze Lengyelország, és ez lesz az, aki majd a Nyeper vidéke irányába elviszi a középkort elviszi a jobbátságot, elviszi a jogszolgáltatásokat. Tehát alapvetően értelem szerint látjuk, hogy megtörténik a társadalomnak a középkori válása. Másrészt nagyon fontos dolog, hogy megjelenik a görög katolicizmus. Van egy kulturális nyomás, van egy politikai nyomás, ami éri Lengyelországot. És ennek a legfontosabb eleme az valójában a, a jogszolgáltatásra való kötelezettség. Tehát az itt lévő szláv parasztok azt érzékelik, hogy a lengyel nemesség lesz az, amely őket jogszolgáltatásra kényszeríti, adóztatásra. Na ez, ez a logika érthető akkor, hogy miért fognak majd a szabad területet, ugye Krajna a határvidéket jelent maga a szó, és ez tökéletesen mutatja kulturális értelemben és politikai értelemben ezt a bizonyos határvidéket, hiszen északon és keleti oldalról itt van az ortodoxia, nyugati oldalról itt van a Latin egyház, a későbbi. Katolici, katolik, katolicizmus, és délen pedig ott van majd az ukrán ottomá, vagy az otomán állam, amely nyomja ezt a területet. Most ennek a déli irányába fognak a parasztok elszökni, le egészen Zaporozsia, tehát a mai Fekete-tenger és a Nyeper vidékébe kell gondolkodnunk a torkolat vidékben, Abba az irányba szöknek el majd ezek a parasztok is, hát tudjuk nagyon jól ők a kozákok, a szó, szó szerint azt jelenti, hogy szabad emberek, akik egy szabad katonaállamot hoznak létre, ilyen több is van, mert a Don vidékén is lesznek majd kozákok, csak az erősebben orosz, itt a Zaporozsia, környékén pedig az ukrán parasztok érkeznek majd ide, és egy szabad államot hoznak majd létre, és ennek a központja, ami azt mondjuk, hogy zaporozsnyai szics, a szó azt jelenti, hogy erődítmény, katonai állás, a Ukrajnában ez ugye Szecs néven került, zaporozsnyai Szecs lesz a központja ennek az államnak. Ez azért fontos, mert menekülnek, menekülnek a jogszolgáltatás elől, szabad emberek, és katonai életformát fognak majd élni. És ahogy egyre teljesedik ki Lengyelország, egyre nagyobb, egyre erőteljesebb is a déli végek, hát azért ne felejtsük el, hogy Szántóföld, Búza. Tehát az a területeknek a elfoglalása az jelentős jövedelmet jelent magának a, a lengyel királynak, illetve hát egyre lejjebb tolná ezt a bizonyos tatárokat, akik ugye az otomán birodalomban a krími tatárság állandóan folyamatosan fenyegeti a lengyel határokat. Úgyhogy ennek az lesz a következménye, hogy mivel megér, az az erős lengyel középkori állam megérkezik majd ide a déli területekre, hogy a kozákok elkezdenek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne uh, meg, megőrizni a régi szabadságaikat. Mert hogy a lengyelek elkezdik uh, lajstromozni, tehát listákat, nemesi listákat vezetnek a kozákokról, és aki az bekerül, az értem szerint megkapja a nemesi előjogokat, aki pedig nem, az jogszolgáltatásra kötelezett lesz. Na most ennek a folyamatnak lesz hát a maga az ukrán államiság szempontjából az egyik legfontosabb figurája, ez a Bogdan Helmietszki névre hallgató Hetman, aki ugye a kozák vezetőket fogjuk itt majd Hetmannak nevezni, aki 1648 és 1657 között van egy felkelés a lengyel uralom ellen. Tehát itt alapvetően a lengyel uralom ellen indul meg egy kozás szervezke, szervezkezés, és ebben a pillanatban itt jelennek meg, hát ma már tudjuk, hogy nekik az ősi ellenségük, mert itt válik majd plastikussá itt válik majd kézzelfoghatóvá, itt válik erőssé a Moszkóvia, vagy az orosz hatás. Létrejön egy kozák állam. Azt nem mondom, hogy független, azt sem mondom, hogy autonóm, de egy belső autonómiával mindenképpen rendelkező kozák állam jön létre. Na most, ha az elkövetkező történeti folyamatokat nézzük, akkor ennek a kopását látjuk. A hogyan, hogyan tűnik el ez a független, vagy a belső függetlensége rendelkező hetmanátus, és ennek központi alakja a másik nagy figura, aki általában az államiság szempontjából a, a ukrán töltetírás hivatkozik, ez ugye Iván Mazepa névre hallgató, Mazepa névre hallgató hetman, akinek azért érdekes a története, mert ekkor már a, a kozák hetmanság és a kozák elit a sztársinap, a, a törvényhozó gyűlés, nagyon erőteljes orosz befolyás alatt vannak. Ez jól mutatja a Mazepárnak a története is, mert első Péter, Nagy Péter, nyugodtan mondhatjuk az orosz történelem alfája és omegája és az origója, minden bele, belőle fakad majd, ami a modern orosz történelmet jelenti. Közvetlen tanácsadójáról beszélünk itt, aki azonban azt érzékeli, hogy az orosz állam az eddig meglévő belső autonómiát is megpróbálja felszámolni. Nem véletlen, hogy például az a kancellária, amely a mai ukrán területekkel foglalkozott, az kis orosz tanács néven kerül be az orosz államigazgatásba. Tehát ezért már jelzi itt az orosz szempontokat, hogy hogyan próbálja az ukránokat kezelni. Szóval Mazepa érzékeli ezt a váltást, hogy nagyon erőteljes lesz az orosz centralizáció, és ezért ő elhagyja az orosz szövetséget, és a svédek 12. Károly névre hallgat, ez ugye a svéd ö, orosz háborúról beszélünk itt, és hát itt szintén van egy központi dátumunk, 1709, ez a poltavai csata, ahol is a svédek nem tudják legyőzni az oroszokat, így az oroszok győzedelmesen kerülnek ki a háborúból, és teljes egészében beolvasztják, tehát a hetmanátus elveszti a önállóságát, annyira, hogy a második Katalin, Ugye szintén klasszikus uralkodója magának az orosz birodalomnak, ő már a kozák hadseregnek az önállóságát is megszünteti, beolvasztja az orosz hadseregbe. Ekkor már nem Moszkóviának hívjuk ezt az államot, hanem ez már az orosz birodalom. 1721, Nagy Péter kimondja az orosz birodalom létrejöttét, ez a klasszikus orosz birodalom. A cárral, általában azzal, a monarchiával, az egyszemélyi uralommal, az abszolút tekintélyel és hatalommal 1721-től jelentős tényezővé válik itt a 18-19. században. Itt azt kell érzékelnünk, hogy Ukrajna a Nyeper folyóig és Kijev, ugye azt azért érdemes hangsúlyozni, mert Kiev a nyugati oldalán volt ekkor még a Nyepernek, ma már mind a két oldalán van, de akkor még a nyugati oldalán volt, de Kiev és a balparti Ukrajna, a balparti Ukrajna részévé válik ennek az orosz birodalomnak, és hát úgy tűnik, hogy itt a vég. A döntőváltozás az Lenin hozza meg, 19 legvégén, decemberben és 20 elején úgy dönt, hogy változtat a lengyel politikán, mert eddig úgy gondolkodtak, legyen egy bolsevik ukrán terület, az beillesztjük a bolsevik Oroszországba, és kész de hát rájön arra, hogy nem fog menni, nem tudja megtartani, ezért egy, elismeri, változtat a nemzetiségi politikáján, persze csak taktikailag, tehát ez, ez nagyon fontos, hogy itt nem komoly a változtatás, taktikailag történik a változás, formailag létrehozza azt, hogy igenis van ukrán nemzet, van ukrán nyelv, van ukrán kultúra, azaz formailag létre kell hozni egy önálló szovjet Ukrajnát. És hát persze valószínűleg már abban gondolkodik ő, hogy majd ez része lesz egy nagy államnak, de itt ebben a pillanatban egy létrejön, kettő, és talán ez még fontosabb. Földet oszt. Hisszük-e nem a bolsevik párt földet fog osztani? Mert hogy ez volt a nagy kérdés. Ki állnak a parasztok? És a parasztok eddig nem kaptak semmit. Nem kaptak a lengyelektől semmit, nem kaptak a németektől semmit, nem kaptak az oroszoktól semmit. Földet kapnak. Jó, hát azt a földet, amit ők megtermelnek, azt a bolsavikok majd elveszik, mert kényszerbe szolgáltatást vezetnek be a háborúban, de földet kaptak. Azért a föld, a földiség, ez nekünk is ismerős, az, hogy mennyire hagyja ez a paraszti társadalmat. Lenin ezáltal elfoglalják az ukrán területeket, és ők megpróbálnak nyugati irányba, hogy ebben a pillanatban az az alapelmélete a bolsevi gondolatnak, hogy exportálható a a gondolat gondolatkör, tehát megindulnak nyugat irányba, és itt tűnik fel a másik szereplőnk, ugye József Pilszucki, aki az új megszervezett lengyel állam fogja majd megállítani ezt az ukrán hatalmat, hiszen ez a bizonyos lengyel-orosz háború, ez manapság szerintem azért aktualitásában jól rá lehet ismerni napjainknak az erőviszonyaira is. Ők egyértelműek, ők egyértelműen eleve van egy tapasztalatuk arról, hogy mit jelent mondjuk az orosz birodalomhoz tartozni, hiszen 1772, 1793, 1795 három felosztása Lengyelországnak, és a terület jelentős része az orosz cárhoz kerül. Szóval, hogy van egy tapasztalatuk előtt, és nem szeretnének oda kerülni, szembeszállnak, és a döntő csata, ezt nagyon sokan a világtörténelemben érdekes, mert nálunk ez úgy a magyar történelmi felfogásban nincs nagyon benne, de ugye a világtörténelemben a 20. század legfontosabb csatai közé helyezik ezt a bizonyos Varsói csatát, amikor az orosz-bolsevik Vörös Hadsereg ostromolja a Varsót, és Bízuckék legyőzik az oroszokat, megállítják az oroszokat, visszanyomják őket az 1893-as határok mögé. Egy picivel az 1893-as határok mögé nyomják vissza a Vörös Hadsereget. Itt van egy fegyverszünet, ugye 20-nak az őszén, és akkor 21. március 18-án, akkor Lengyelország, Szovjet-Oroszország, illetve Szovjet-Ukrajna, mert hogy Ukrajna ebben a pillanatban már ehhez a társasághoz tartozik, aláírja a szerződést, amelynek az a, a tartalma, hogy az 1993 as határok egy picit, néhány tíz kilométerrel ö, keleti irányba, de az 1993-as határok, határok mentén húzzák meg Lengyelország és Oroszország határát, ami azt jelenti, hogy Ukrajna ettől kezdődően a bolsevik Oroszországhoz kötődik majd, és ettől kezdődően ő már kezdetben önálló szovjet tagköztársaság képen, később pedig föderatív részképpen ennek a szovjet köztársaságnak lesz majd a tagállama. A háborúnak messzeható következményei lesznek a lelkekben. A fegyveres harc, a menekültek sorsa nem csak a felnőtteket, de a gyermekeket is foglalkoztatja. Beszéljünk-e a gyermekeinknek a háborúról, vagy inkább óvjuk meg őket tőle? Ha beszéljünk, akkor hogyan fogalmazzunk. Erről kérdezem, Olá Gabriella, a gyermekpszichológust. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Köszönöm, kívánok, Azt hiszem leszögezhetjük, hogy hallgatni semmiképp sem szabad erről. Így van. Hát még ma is gyakran kérdés az, hogy a Nehéz témákról kell a gyerekekkel beszélni, legyen ez gyász, betegség, haláleset, vagy most a háború. És mindig ugyanaz a válasz, hogy igen, és a lehetőségekhez képest őszintén, de nem mindegy, hogy mikor, mennyit és hogyan. Nagyon fontos figyelembe venni a gyerekeknek az életkorát. Illetve a másik nagyon fontos tényező az, hogy a szülő, illetve a felnőtt hogyan is van ezekkel a témákkal, ő hogyan tud megküzdeni a szorongásaival, ő mennyire felkészült, hogy válaszokat adjon ezekre a kérdésekre. Talán ez a két dolog, amiből kiindulhatunk. É, és ez nagyon-nagyon kemény. Mert hogy a mi életünkben nem volt még ilyen helyzet, és ráadásul ezt a helyzetet úgy kaptuk, hogy ezt megelőzte egy két éves pandémia, amiben szintén nem volt még eddig részünk. Tehát, hogy eléggé le van amortizálva az egész társadalom ilyen szinten. Miből tudunk erőt meríteni, hogyan tudunk biztonságérzetet teremteni magunknak egy ilyen teljesen bizonytalan környezetben, hiszen csak akkor tudjuk a gyereknek ezt a biztonságérzetet közvetíteni, ha mi a magunkét megteremtettük. Hmm, ez pontosan így van. <laughs> És e, így van, nehéz helyzetben vagyunk mindannyian, felnőttek gyerekek mentálisan e, eléggé instabil állapotban mondhatjuk, hogy megpróbál minket ez az utóbbi néhány év, de talán pont ez az, amiből erőt ismeríthetünk, hiszen már egy nagyobb helyzeten most mondhatjuk, hogy lassan túl vagyunk, és ebből azért én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhattunk, felnőttek is, gyerekek is, akár a hírfogyasztás tekintve, akár a, megint csak a nehéz érzések megélését tekintve. Tehát többször beszéltünk már arról, hogy hogyan kezeljük a szorongásokat, hogyan biztosítsunk olyan légkört a gyerekeknek, ahol kérdezhetnek, merhetnek kérdezni, tehát tulajdonképpen ezek nagyon fontosak és hogyha mi ezekkel már tudunk visszatekinteni arra, hogy sikeresen megküzdöttünk nehéz helyzetekkel, akkor ebből tudunk egy részt erőt meríteni. Természetesen ez a helyzet most egy kicsit megint új, és megint más, és másfajta szorongásokat hoz elő. Nagyon fontos, hogy nézzük meg először, hogy milyen életkorú gyerekről van szó, és kivel szeretnénk beszélgetni először vegyük az óvodás korosztályt, tehát ennél kisebbeknél nincs értelme, még talán a szülő feszültségét érezhetik a kisebbek is, de talán az óvodások azok, akik már kérdeznek. És nyilván fontos, hogyha a szülő tud válaszolni ezekre a kérdésekre, vagy a pedagógusok, és nem pedig egymás között a gyerekek cserélnek információt, vagy mindenféle rémhíreket, és úgy mennek haza, hogy azokat kérdezik meg otthon, illetve az a jó, hogyha már ezeket Megkérdezik, és otthon ezek szóba kerülhetnek, és meg lehet őket erről nyugtatni. Na, a gyerekek hallják a e, Híradóban, vagy látják a Híradóban a képeket, hallják a rádióban a e, halottak számát, vagy, a, vagy ezeket a negatív kifejezéseket azért uh, igyekezzünk itt egy mértéktartásra törekedni. Tehát például kicsi gyerekeknek a jelenlétében mindenképpen kapcsoljuk el inkább a híradót, mert ezek a képi uh, tartalmak, ezek nagyon sokáig megmaradnak, és nagyon felzaklatóak tudnak lenni. Talán a számukra. Jobban, mint a szavak? Uh, jobban, mint a szavak, úgyhogy, uh, uh, <coughs> úgyhogy talán ez az az első, amire oda uh, érdemes figyelni hogy a szülő a saját szavaival mondja el a gyereknek azt a néhány lényegre törő információt, amire ő kíváncsi. Itt is fontos arra ö, odafigyelni, hogy mit kérdez a gyerek, és mennyit kérdez, és ne terheljük túl, ne mondjunk túl sokat, ne mondjunk túl konkrét dolgokat, igyekezzünk megnyugtatni őt arról, hogy ő biztonságban van. Mi vagy az, ami amivel meg tudjuk nyugtatni a gyereket? Hát egyelőre koncentrálhatunk arra, hogy itt most nálunk béke van, és most az ő élete ugyanúgy folytatódik tovább holnap is, ahogyan ma. És ezeket érdemes hangsúlyozni, hogy mi most, mi az ő életében most nagyobb változás egyelőre nem történik. Ehm, illetve, hogy a szülői jelenlét, és, és hogy akár a vagyunk. pedagógus, vagy az óvónő, tehát valamilyen felnőtt jelenlétre mindig számítan. Mind, mindig egy, és örekedjünk egy ilyen érzelmi állandóságra. Talán pont ezek azok az élethelyzetek, amik a családi összetartozást is tovább erősíthetik. Talán a szülőkben is jobban feléled az igény, vagy a fontossági sorrend, vagy az értékek egy kicsit megváltoznak, hogy... Pont amiatt, hogy ilyen fenyegető a, a, a bizonytalanság, hogy amíg még együtt vagyunk, meg amíg együtt lehetünk, akkor azt használjuk ki maximálisan, és ezt talán még tudatosabban tegyük, e, még több közös élménnyel, programmal, és ez is növeli a gyerekeknek a biztonságérzetét. Ilyenkor aztán igazán felerősödik az, amiről. E Vekerdi Tamástól lehetett sokat hallani a struktúrálatlan időtöltés, amikor felhőtlenül lehet együtt időt tölteni, és kimondható bármi, és lehet együtt marháskodni. Ő használta mindig ezt a kifejezést, tehát ez igazán feszültségoldó tevékenység. Ebből lehet érzelmileg töltekezni egymás jelenlétéből, egy közös jó időtöltésből, így van. Ugye az iskolások már sokkal komolyabb kérdésekkel is szembesülnek, illetve már sokkal több mindent megértenek a világ dolgaiból. De azért itt is nagyon fontos, hogy azért vegyük figyelembe, hogy ők bár okosak, de nem mégsem felnőttek, tehát az érzelmi teherbírásuk az még nem olyan. És hát a kamaszok talán megint csak akik nagyon veszélyeztetettek, ők aztán már a világhálót saját maguk használják. Itt talán már a pandémia idején megtanulhatták azt a felelős sírfogyasztást ők is, hogy hogyan, hogy nem mondjuk elalvás előtt nézegessék a háborús videókat, mert nyilván ez akkor utána az elalvást nehezíti, de ők már talán a korosztályukban egymás között is jobban meg tudják ezt beszélni, vagy a történelem órákon egy megint egymás feldolgozásra kerül sor. Gyerekeknél azért a beszélgetésen kívül ne feledkezzünk meg arról, hogy vannak egyéb tevékenységek is, amikkel a feszültségüket fel tudják dolgozni, ez lehet egy rajzolás, lehet egy szerepjáték. Tehát megjelenhet a gyerekek játékában, akár otthon legófigurákkal, játékatonákkal, hogy éppen egy csata jelenetet játszik el, vagy ilyesmit rajzol. Ezektől nem kell megijednünk, nem, nem kell félnünk, hogy ilyen témák foglalkoztatják a gyereket, mert ez is a feszültségfeldolgozásnak egy fontos módja lehet. Ugyanakkor ugye, mint minden krízis, ez is magában rejt egy, egy csomó-csomó nyereséget, úgymond nyereséget. Egyrészt az empátia fejlesztése a, itt a menekült válság kapcsán lehet, hogy van olyan iskolai vagy óvodai csoport, ahol, ahol már megjelentek mm. menekült gyerekek, illetve talán egy kicsit a hálaérzésnek az erősítése azzal, hogy mi még azért milyen jó helyzetben vagyunk, és hogy nekünk még van minden. Így van, tehát nagyon nehéz a között az egyensúlyt megtalálni, hogy ne borítson el minket a szorongás, de ugyanakkor ne is váljunk teljesen érzéket Nagyon sokan kerülik ezeket a híreket, nem akarnak ezekről a témákról beszélni, ez egyfajta elhárítás, egyfajta énvédés, de azért az nagyon fontos, hogy ne ezt a példát adjuk át a gyerekeknek. És ugye a nehézségekkel való megküzdésben nagyon az egyik fontos tényező, amikor az érzelmeinkkel dolgozik, hogy sírhatunk, vagy, vagy közösen kimondhatjuk azt, hogy igen, ez egy félelmetes helyzet, ez egy nehéz helyzet, és, és megértem azt, hogy most izgulsz, vagy aggódsz, vagy félsz, tehát, hogy meg lehet osztani az érzéseket, ez az egyik nagyon fontos megküzdési mód, a másik pedig, amikor megpróbálunk tenni valamit és ugye tevékenységbe átfordítani ezeket a feszültségeinket, és itt pedig tényleg egy adománygyűjtésben való részvétel, egy segítségnyújtás, amikor a menekült gyermek érkezik az óvodai csoportba, iskolába, hogy ott hogyan lehet majd neki segíteni. Tehát nagyon fontos, hogy ezekre a lehetőségekre is felhívjuk a gyerekek figyelmét, illetve együtt is részt vegyünk ezekben, és ugyanígy az empátiára, a szolidaritásra neveljük is őket ezáltal. És hát megtapasztalja a gyerek, hogy a segítségnyújtás az. Egyrészt jó dolog, másrészt egyfajta biztonságérzet, hiszen uh, talán joggal várhatom, hogyha én ezt megteszem, akkor ha én kerülök nehéz helyzetbe, akkor nekem is az utamba küld valaki uh, valakit, uh -huh. aki ugyanezt a segítséget nekem megadja. Így van, és hogy még egy ilyen nehéz és bizonytalan helyzetben is van mit tenni, az, az egy nagyon fontos biztonságérzetet hogy vagy egy kontrollérzetet, hogy még Mi mindig tehetek valamit ebben a helyzetben is, és a segítségnyújtás az mindig egy nagyon fontos dolog. Olá Gabriella, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között Nyírpazony polgármestere és a megyei önkormányzat főjegyzője lesz a vendégünk. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!